én elviszem őket a saját autómmal, tehát nem kell nekik ennyi cuccal buszozni. Ez a Móri Borász a saját kis vendégházában fogadott be egy menekült családot. Most a továbbutazásukat szervezi egy tolmács segítségével. Miklós Csabi azt mondja, már a háború első napján jelezte a külügyminisztérium számára, van szabad férőhely náluk, és lakhatással, ellátással szívesen segít a bajba jutott embereken. Akkor kell segíteni, amikor szükség van. Tehát nagyon reméljük, hogy rövid időn belül már nem lesz szükség, és béke lesz, de akkor kell segíteni, amikor a szükség azt mondja, hogy segíteni kell. És nekünk van egy nagyon pici vendégházunk, és ezért döntöttünk úgy, hogy ha csak lehet, ha csak ennyivel, de szeretnénk segíteni, és szeretnénk támogatni az ő magyarországi tartózkodásukat. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője most egy csomaggal érkezett a menekült családhoz, de nem ez az első látogatás számára. Egy héttel ezelőtt lebetegedett a család egyik tagja, akkor gyógyszert, orvost és tolmácsot is hozott ide. Mór környékén több család is úgy döntött, befogadja a menekülteket. Az országgyűlési képviselő szerint az összefogás példaértékű. Felveszem a kapcsolatot a önkormányzatokkal, hogy az óvoda és az iskoláztatás rendben legyen. Másrészt van olyan ismerősöm, aki egyébként kárpátaljai magyar, és itt van vállalkozása, és eleve a vendégmunkásokkal foglalkozik, tehát bízunk, arra kértem, hogy a szükséges papírokat szerezze be, hogyha aki itt szándékozik maradni, az boldoguljon és tudjon elhelyezkedni munkába, tehát munkavállalási engedélyhez tudjon jutni. Az orvosi ellátásban is segítkezünk, úgyhogy egy akkora összefogás van, amilyen még Magyarországon szerintem nem történt. Törő Gábor hozzátette, az elmúlt hetekben a térségben élők nagyon sok adományt gyűjtöttek össze, ezek azonban mostanra elfogytak, ezért a napokban újra kezdik a tartós élelmiszerek és a tisztálkodószerek gyűjtését.